napokban érkezik az idei nyár második, eddigi legerősebb hőhulláma. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy egy percre se hagyjuk a gyerekeket egyedül az autóban, az ugyanis rendkívül veszélyes, akár a gyermek életébe is kerülhet. A járműben a levegő perceken belül elviselhetetlen mértékig felforrósodik. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a gyerekek nagyon gyorsan kiszáradhatnak a hőségben, ezért délelőtt 10 óráig és délután 6 után vigyük csak ki őket a szabadba. Ismét torlódások vannak a szerb-magyar határon a nyári szabadságok miatt. Az éjszaka folyamán 12 ezren léptek be Szerbiába Magyarország irányából, 3500 személyautóval és 45 busszal. A várakozás ideje változó, legjobb, ha az utazók folyamatosan tájékozódnak az aktuális helyzetről. A koszovói helyzet kapcsán egyeztetett telefonon Alexander Vučić és Emmanuel Macron. A szerb államfő elmondta, arra kérte a francia elnököt, hogy tegyen erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a pristinai fél mielőbb visszatérjen a konkrét tárgyalásokhoz. Azt is hangsúlyozta, hogy Szerbia továbbra is elkötelezett a párbeszéd és a béke megőrzése mellett. Nemzetpolitikai kihívás lesz a magyarnak maradás és a magyarrá válás segítése a magyarság létszámának drasztikus csökkenése miatt, mondta Németh Zsolt a Rákóczi Szabad Egyetemen Sátoraljaújhelyen. A Magyarországgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke kiemelte, drámai mértékben fogy a magyarság a Kárpát-medencében, ezért fontos az, hogy többféle módon lássuk, hol tartunk. A politikus úgy véli, a támogatás politika megtartása mellett fontos, hogy legyen egy ágazaton átívelő gondolkodás. A külhoni magyarságról és a nemzetpolitikáról tartott panelbeszélgetésen Potápi Árpád János arról beszélt, a demográfiai mutatók a határon túli területek mellett Magyarországon sem kedvezőek. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár emlékeztetett, az elmúlt évek családtámogatási és nemzetpolitikai intézkedései nélkül még rosszabb lenne a helyzet.